Augusztus 5-én pénteken vette kezdetét az immár 33. alkalommal megrendezett Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál. A hagyományhoz híven az első nap a hivatalos megnyitóé, ahol a szervezők köszöntik a külhoni, külföldi és a hazai megjelenteket. A fesztivál végül is fontos eseménye a megnyitó, hiszen így ad keretet az egész programunknak, és ezzel tulajdonképpen egy ünnepélyessé teszi az egész programot. Úgyhogy a mai nap igyekszünk egy kis ízelítőt adni a három nap műsoraiból. Természetesen ugye itt az időt azért figyelnünk kell, nem szeretnénk megterhelni se a közönséget, se a szereplőket, hiszen messziről jöttek sokan, és hát fáradtak. De örömmel vállalják mindig a megnyitón való szereplést, így a maroskudasiak is többek között, valamint a székelykevei citerások is szerepelni fognak, és természetesen a külföldi csoportokból a román, illetve a lengyel csoportok is részesei lesznek a mai műsornak. Az eseményen többek között a Nyisztor Bertalan népdalénekesi versenydíjait is átadták. Tulajdonképpen ez a második alkalom, hogy megrendezzük. És hát mivel ugye a vírus miatt nem tudtuk átadni a díjakat, valamint az egész megrendezése is ugye online módon történt, így kerestük a helyét, hogy hol tudjuk egy ünnepélyes keretek között átadni a díjazottaknak a díjakat. Hát ezt találtuk, ugye sajnos itt most van a lehetőség, és ezt sajnáljuk, hogy szegények most kapják csak meg, de hát azért természetesen értesítve voltak, hogy ki milyen eredménye szerepelt. És hát most igyekszünk mindenkinek mintául szolgálva átadni, és ösztönözni arra, hogy a következőkben is részt vegyenek. Ugyanúgy a népdalénekesi versenyen, valamint majd az idei évben megrendezendő szóló néptánc versenyen is. Illés Tibor elmondta, hogy idén összesen 24 csoport tudott részt venni a fesztiválon. Igen, vannak hazai csoportok is jelezték, hogy hát sajnos itt már úgy látszik, megint kezdődik előről a mókuskerék, hogy lebetegedtek, és így nem tudják vállalni, illetve kevés létszámmal meg nem szerettek volna itt lenni. És hát ahogy említettem már ugye korábban, ahogy az ukrán partnereink sem tudják, ugye természetesen, vagy sajnálatos inkább, úgy mondom, hogy nem tudnak részesei lenni a mai programban. Ez egész fesztiválnak talán az a lényege, hogy tényleg egyfajta a hagyományőrzésen kívül egyfajta egy ilyen kötetlen barátságok kapcsolatteremtés születhessen. A programhoz a Magyarság háza is hozzájárult Tamási Áron székely magyar író életét és munkásságát bemutató kiállítással. A plakátok gazdag képanyaggal ismertetik az erdélyi farkaslaka szülöttének pályáját. Azon szerencsések egyike vagyok, akik 33 évvel ezelőtt is már részese lehetett ezeknek a fesztiválok egyikének, másikának, külföldön is és Magyarországon is, és azt hiszem, hogy ez az évben egy biztos pont minden székely és nem székely számára itt Bonyhádon és Bonyhád környékén, hiszen szerintem a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklorfesztivál egyedülálló abban az értelemben, hogy itt lengyelek, ukránok, románok és külhoni magyar székely csoportok együtt szerepelhetnek a Bonyhád és környéki Bács-Kiskun megyei, hertelendi falvi, székelykevei, tehát az aldunai, illetve a dél-erdélyi székely együttesekkel, hogy egy színpadon több napon keresztül együtt tudnak lenni. Barka, barka, rokolyámnak elszakadt a ránca, rengesd uram a gyermeket, hadd menjek a táncba. Szombaton a fesztivál leglátványosabb részeként viseletben énekelve vonult fel a bukovinai találkozásokon idén résztvevő 24 hagyományőrző egyesület. Útközben többször is megálltak és tánccal szórakoztatták a nézőket.
A felvonulók hónapokon át készültek a bonyhádi fellépésre, hogy minden rendben legyen. 30 éve, hogy megalakultunk, és ilyen rendezvényen mindig részt veszünk. Székelymesen mondó versenyeken, meg ezeken a fesztiválokon, meg elmegyünk kórus találkozókra. Igyekezzünk a hagyományokat ápolni, megtartani. Szeretnénk továbbadni, de nagyon nehéz. A mai fiatalságot nem nagyon érdekli ez, sajnos. Ezen törjük a fejünket, hogy hogy tudnánk oda csalogatni. Kicsikéket kell megfogni, az ovisokat. Az ovisok még lelkesek, és akkor, hogyha már meg tudjuk fogni, akkor ha kiskorban elkapjuk, akkor mikor nagyobbak lesznek, akkor is fognak jönni. A látványos felvonulást követően a bonyhádi kaszinókertben folytatódtak a programok, a színpadon egymást váltották a tánccal, zenével és énekkel bemutatkozó egyesületek. A Nemzetközi Folklore Fesztivál legfontosabb helyszíne már a kezdetek óta Bonyhád volt. Nagyon büszkék vagyunk mi bonyhádiak arra, hogy a magyarországi állomása, a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklore Fesztiválnak az Bonyhád, immár több mint 3 évtizede. Nem bonyolódnék bele, hogy pontosan hány alkalommal volt, hiszen például az elmúlt 2 évben nálunk sajnos elmaradt a járvány miatt a fesztivál, de 30. talán Bonyhádon, de 33. a sorban, 5 ország a résztvevője a fesztiválnak, és a magyarországi állomás, mint ahogy említettem, Bonyhád. Szeretjük, hogyha van ez a fesztivál, látjátok most itt a rendezvénytéren, és nagyon jó a hangulat. Örülünk annak, hogy egy ilyen környezetben, egy ilyen méltó környezetben tudjuk most már megünnepelni ezt a fesztivált. És amit a tegnapi megnyitón is elmondtam, talán ez a legfontosabb üzenete az idei fesztiválnak, hogy pont a járványhelyzettel összefüggésben, hogy mindig azt arról beszélünk, hogy milyen fontos a hagyományt ápolni, a hagyományt megőrizni, továbbvinni, ami alapvetően ugyan a zenében, az énekben, a táncban, a viseletekben mutatkozik meg. De talán ennél még fontosabb, hogy ezeket a hagyományokat minél több emberi élő kapcsolat kösse össze és vigye tovább. És a járvány pont ezt vette el tőlünk, ettől fosztotta meg mindazokat, akiknek ez fontos, és ezért örülök szívből annak, hogy idén, ezen a hétvégén Bonyhádon is megrendezésre kerületett a fesztivál. Hát,